the poor old hurdy-gurdy man. And with frozen fingers plays as best he can. Barefoot shuffling sidelong on the icy way. Not a single penny in his empty tray. Not a single penny in his empty tray. No one seems to heed him, no one stops to hear. Near. Little does he trouble, come whatever may. Still his hurdy-gurdy drums and groans away. Still his hurdy-gurdy. Wonderful old fellow, shall I with you go? Will you drum your music to my songs? Oh, legalább értitek, miért vagyok egy magamnak a kérdés, hogy vajon a lengyel lány zavaros mondókája, a ruhalopás, a padlása volt, a cumis üveg, amit Fakáró a csizmában talált, hogy mindez valahogy nem függ össze az újságcikkel. Ha tessék elégni, semmiféle összefüggés nincsen. Na, jöttem? Hát nem volt igazad? Ez gyorsan ment. Nincs oda. Keressek 1000 márkát, ahogy a hirdető oszlopon áll, a rendőrség plakátján, mert hogy a nyomra vezetőnek ez a fizetség. Hogy? Hát te nem tudod, hogy az egész intézkedés a rendőrökkel, meg a titkos rendőrökkel a Bruno végén zajlik. Hogy? Hol? Mi zajlik? A halott gyereknek a szertartását egyszer csak félbeszakították. És 2 nehéz fiút a gyászolók közül, 2 igazi nehéz fiút letartóztattak. Idáig vagyunk, direktor úr. Olyan embert lát maga előtt, aki egy olyan művel van összekötve, akinek az öccsét vizsgálóbírók meg titkos rendőrök hajkulászák, mert odaki nem messze a spraytől valami orgonabokor alatt meggyilkolt egy nőt. Az Istenért, csak nem. Hazugság! Az én öcsém ilyet nem csinál. Mi az, hogy nem? Ez egy egészen friss dolog, Jette. Én már a múltkor megmondtam, direktor úr, hogy egy ilyen öcsmiféle. Nézzenek ide! Nézzenek ide! Itt volt a rohadék! Ha megint visszajön, én leszek az első, aki kezét lábát összekötözve átadom az igazságszolgálatot. Taknyos kölköket esélte az igazsággal. Igazság még fönn sincsen az égben. Nem volt itt senki. Ezt a kicsike orgonát meg én hoztam Engelsbergből, a nagy bokorról, a nővéred háza mögül. Jette. Te egyáltalán nem voltál a testvéremnél. Pont most mondta a Quaccaro, hogy ezt a rendőrséggel megállapították. Láttak téged a spréparton egy parkban. Hazugság. Meg a kolóniában, de egy lukasban éjszakáztál. Minden 10 éborjára romlott a saját otthonodban. Jó ez így. Nagyon is jó ez így. Jöjjön, aminek jönnie kell. Nincs tovább mit sunnyogni. De tudtam én ezt előre. Végül jelentkezett a lengyel lány? Az, aki a múltkor oroszlánként küzdött a klubbe gyerekért? Hát épp ez az, hogy máma reggel őt találták holtan. És én azt mondtam, száradjon le a nyelvem, ha nem így van. De azt a lányt a Bruno Meherke küldt át a túlvilágra. Akkor a szeretője volt? Nem, azt nem tudom, kérdezem őt. Hát ettől féltem. Ezért nem jöttem már haza se szívesen.
Mert láttam, hogy a saját feleségem belekeveredik egy ilyen bandába, és nincs állam elszabadulni tőlük. A gyermekeim akkor mi megyünk. Ó, miért? Miért hagyd a nem még azt kereked, hogy kinyíts az ablakot, és kikiabáld az egész utcának, meg az egész világnak. Nem elég baj ez nekünk? Na tessék, kiabáld ki! De te engemet az életben többet nem látsz. Ki is kiabálom. Pont, hogy kikiabálom. Hadd tudják meg az utcán. Hadd tudják meg a folyosón. Hadd hallják meg a kislányok, meg a kisfiúk, akik mennek a hittanórára. Igenis, mindig ide behívom őket. Igenis, behívom ide őket. Hadd tudják meg, hová vezet ez a majom szerepe. Az a csinoska ifjú teremtés, aki igényt tartott a gyerekre, ténylegesen halott jól. Azt én nem tudom, hogy Londácska volt, vagy csinoska volt. De az biztos, hogy ott fekszik a hullaházban. Viszont tudom, hogy mi volt, egy közönséges rossz ringyó személy az volt, aki összeadta magát mindenféle férfiakkal, aztán teli ment valami tirolitól, aki tudni is akart róla. Szóval ott volt a gyerek, akit ő már legszívesebben az anya néven elmészett volna. Ezért jött össze a Kilbak nével. Ki angyal csinálásért, meg úgy, hogy másfél évet a Plötzenzénél. Brunóval mibe volt, mibe nem, azt miért kéne nekem tudni? Vagy igen, vagy nem. Miért volna nekem közöm ahhoz, amit a Bruno esetleg elkövetett? De hát maga mégiscsak ismerte a lányt Jóni. Dehogyis. Csak mondom, amit mindenki, ami köztudott volt arról a rüfkéről. Maga egy tisztességes ember. Maga pedig egy tisztességes asszony. A történtek a sógorukkal, illetve az öcsükkel, ami megengedem, hogy egy szörnyűség. Szóval a történtek nem kell, hogy az önök alapjában, felbolygassák az a családi életüket alapjában. Maradjanak meg ugyanolyan tisztességes emberek. Szó sem lehet róla. Én egy ilyen csűrjével nem maradok egy fedél alatt. Zelma! Zelma! Én elhúzok innét, mielőtt ez a nagy lakás szarva beléig összeomlik. Mit akarsz te a Zelmával? Az Elma fogja a gyereket, és vele meg a gyerekkel elutazunk a nővéremhez. Na, azt próbáld meg. Majd akkor meglátod, hogy mi lesz. Olyan helyen nőjön fel a gyerekem, ahol maga is hittem még az ezt. Az nem a tiédi az a gyerek, megértette? Micsoda? Azt szeretném én látni. Azt, hogy egy törvénytisztelő ember ne rendelkezhessék a saját gyerekivel, ha az anya nincs eszénél. A gyilkosok közé keveredett. Majd meglátjuk, hogy kinek van igaz, és hogy ki az erősebb. Zelma! Ahol én ordítok! Zelma! Én ordítok! Én felnépem az ablakot, és ordítok! Én ordítok! Nem tudja azt, hogy egy anyától el akarják rabolni a gyerekét. Hát nekem jogom van, hogy ennek a kicsi gyereknek, hogy az anyja legyek. Hát nekem jogom van. Nincs jogom direkt tolni. Nincs jogom! Hát ezek engem körbe kerítenek, el akarják venni a jogomat! Hát csak számítán, hogy én a sárba szedtem fel azt az elesettet. Hogy fáradtságosan gyömöszöltem, hogy gyúrtam és törsöltem, amíg lassan lélegzetet bírt menni, és végre élet magra kapott. Ha én nem volnék már három hete otthon a földbe elkapart. Papa! Jól úr, házas felek között egyáltalán nem az én dolgom a békebírót játszani, roppant hálátlan szerepez. De mégsem. A jogosan megsebzett önérzete dacára sem kéne magát valami meggondolatlanságra ragadtatnia. Végül is az ön felesége nem felelős az öccse tetteiért. Hagyja nála a gyermeket. Ne tetézze még a szerencsétlenséget fölösleges kevénységgel. Ez a gyerek az én testemből, ahol az én véremmel táplálkozott. Nem elég, hogy az egész világ a nyomomban van és halálra akar hetszelni. Még te is jössz. Ez a köszönet. Hát, mint hogy hordas farka sokkal volnák körülnéve. Jövök haza, direktor. Jövök máma reggel a vonatról az összes szótmunkomra. És madarat lehet volna, hogy fogad. Hamburg, Altona, én ezekkel mind befejeztem. Még a kevesebb is a kevesebb. Gondoltam, hogy többet lehet a családodra. Kicsikét. Ringathatod a gyerekedet a kalomban. Lovagoltathatod a térdebe. Körülbelül én ezzel megint a szememet. Így tép ki a szívemet a testemből. Mi van, mi volt, bácsi?
Öltözzél föl, Zelma. Kérdezd meg a mutatodat, hogy eljöjjetsz velem a nővérek a számkezvelybe. Kereshetsz is ismét. Kereshetsz valami kis pénzt is. Megfogod szépen a gyereket, és jössz utána. Nem így jó, bácsi. Én azt a gyereket többet meg nem fogom. Mi az, hogy nem? Mert nagyon félek, jó, bácsi. A mama meg az a rendőr hadben nagyon kiabáltak velem, és megijesztettek. Aztán még kiabáltak veled, ha? A csirkerendőr még le is kevert egyet. De azt próbálja meg. Ha még egyszer. Honnét kell nekem azt tudni, hogy a nőszemény miért vitte el az öcsikémet? Hogy én tudtam volna, hogy meg fog halni? Én legszívesebben a polágvány torkára ugrok. És most tessék, a mi kis Gundolfridünk hullácskája ott fekszik a koporsócskájában a lépcsőn. A mama meg azt hiszem, hogy görcsöt kapott, és hátul fekszik a kankárvonál az alkóban. Engem meg be akar adni az intézetbe, Józsi! Hát annak inkább csak örüljél. Hát az se lehet rosszabb, mint otthon. Bíróság elé kerülök! A mohabitba fognak csukni! Ugyan már miért? Mert a padlásról lehoztam ide a maga lakásába azt a csecsemőt, amit a polák lánya világra hozott. Tehát mégiscsak született odafönt egy gyerek? Ráhogy! Pontosan melyik padláson? Hát a komédiásoknál! Közön van én nekem ehhez. Mit kell én nekem erről tudni? Csak na, annyit mondom! Na, Lomási felem! A te lelkiismeretet tiszta az elmata, azzal ne törődjél, amit az emberek összehadoválnak. Én egy szót sem fogok elárulni, jó? Mi az, hogy a Lomás? Az igazat. Azt mondtad, nem árulok el semmit. Ezt maguk is hallották, direktor úr. A Spitzel is hallotta, és a kisasszony is hallotta. Amíg nem tudom, mi a helyzet a Brunóval, meg a szeretőjével, és hogy hová csináltátok el azt a gyereket, addig bánom, és én dalt minnét, egy tapottat sem mozdulsz. Én az élő Istenre esküszöm, hogy nem csináltam el. Na, hadd hallom. Kifelé, amit tudsz. Aztán már régóta figyelem, hogy nektek van valami közös titkotok a feleségemmel. De a Sunda bundának ezennel befellegzett. Életben van még az a gyerek, vagy nem? Életben van, Jón bácsi! Az, amelyiket te a kötényed alatt, vagy valahogy ide lehoztál? Ha halott, számíthatsz rá, hogy te is egy fejjel rövidebb leszel, mint a Bruno. Mondom, hogy a kicsike él! Tehát semmilyen gyereket nem hoztál le a padlásról. És te? Te nem akarsz tudni erről az egész dologról? Anyus, te... a Bruno meg a lengyel nőszemély gyerekét eltakarítottad. És amikor jött a lány, akkor Lupéné vakarcsát tette le helyére. Tessék csak elmondani neki, jó néni, hogy mi történt aznap, amikor én a papa jöttére buta módon felmenekültem magával a padlásra. Majd mindent elmondok, papa. Én világosan emlékszem, hogy aznap én magát is, aztán meg a bátyját is együtt láttam a lengyel lányjal. Te, Valbunda? Igen, papa. Aznap járt itt az Alice, én meg az Erikkel voltam ide megbeszélve, aki el is jött, de aztán csak veled találkozott, mert én elmúltam. Ez nekem nem lényeg. Papa, ennél találkozott, aztán rávattam éjszakány voltak. Ön egy hajdali joghallgató tanácsát, aki ugye megbukott a szigorlaton, és így magát a művészetbe vetette. Nos, hogyha ön egy ilyen ember tanácsára adni képes, akkor én azt mondom magának, Jóni, hogy ez esetben a teljes feltétlen őszintesség a legjobb védekezés. Érte. Hová tették oda azt a gyereket? Jette az Isten szent szerelmére, legyen, aminek lenni kell. De nem már gyanúba keveredjél, hogy azért, hogy az öcsét zűlöttségének a következményeit eltakarítsd, hogy te ezért kezet emeltél egy újszülöttre. Hogy én, Paul, hogy én kezet emeljek az Adalbertjére. Itt szó nincs az Adalbertjéről! Te! Állj meg! Nyakadat! Ha nem mondod meg azonnal, hogy hová tettétek el a Bruno meg a korlátlan kocsikéjét! Nem mondtam meg a kamrába, jó bácsi! Hol van Jette? Azt én meg nem mondom. Mondd meg az igazat, különben állt a rendőrséget! A gyereket nagyon jól ismeri, jó bácsi! Én? Ne hagyd már,
magadatba úgy beletetni egy alávaló hazugsággal. Ez csak annyi, hogy a cafka anyja így elbosszult a kislányom keresztül. Akkor én meg majd hülye leszek befogni a számot? Hát maga kérte! Nagyon jól tudja, hogy a kisasszonynak a gyerekét lehoztam ide, és itt magánál befektettem a frissen kötett kis ágyába. Hát azt böngöl oda bent. Én meg is esküdhetek rá. Én itt ír is leteszem a fel. Azt szeret mondani, hogy az én gyerekem, nem az én gyerekem. Magának egyáltalában nem volt gyereke, jó mama. Ez nem igaz, Paul. Paul, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Csak megírtam te neked a levélbe Hamburgban. Te meg annyira örültél neki. Hogy én már nem akartam visszacsinálni. Van annak más módja is gondoltam. Föl lehet ezt fogni? Napról napra, hónapról hónapra, egész napokon, fél éjszakákon át véresre volt ezekkel az ujjaim! Mint hogyha a csúrét este mették, mint szapatokra. Ha ez igazatos, hát én a pokol felekére süllyedek szégyenembe. Na gyertek, gyermekeim! Sajnos nekünk már nincs mit tenni a továbbiakban. Én is megyek magukkal, direktor. Menjél csak! Menj, ahova akarsz! Nincs rá szükségem! Szóval, de elszerezted a gyereket, és amikor az anyja vissza akarta kapni. Meglettel a dolgot. Hát te nekem nem vagy az uram! Hát te nem vagy ember! Téged lefizettek a rendőrök! Pénzt kaptál azért, hogy belém vágtak kést! Menjél innen, Paul! Menjél! Agyarag, amit a farkasodnak és méreg van a szemedben! Menjél, hogy jöjjenek és lefogjanak! Menjél, fütyentsél csak nyugodtan! Megvetlek téged az utolsó eredetemi! Senki sem adja a helységet! Jöjjenek csak be! Jöjjenek csak be! Jöjjen csak be nyugodtan a rendőr úr! Nincs itt semmi baj, minden rendben van. Ne izgassa föl magát, jó, ez magára nem vonatkozik, csak a Sirke úrnak kell elvinni a gyereket az árvaházba komplissal. Igen, is így van. Hol rejtőzik a gyerek? Azt tudom én, hol rejtőzik egy ilyen szavaltott rongybaba. Egy fattyú. Akivel vérbaszorkányok űzik a stikjeiket. Hát akkor inkább ne is éljen! Állj! Most már közbe kell lépnem! Ugyanis én vagyok az illetékes akárki a fiúcska.
És hogyha az anyja megpánt Annáról... Tökörjön meg velem egy! Az én ilyen, de szárad a születet! Jól még! Jó! Hogy? Az el kell bújnod. A házúr itt talál neked véged. Jaj, mit csináltam már megint? A király el akar venni. Várjál, ezt most úgy érted, hogy a király el akar venni? Nem mondom, hogy örülök neki, de igen. Milyen király ez? Egyiptom királya, Proteusz fia. Szóval akkor erről beszélt az a bestia. Melyik barbár kapunk kapogtattál ezen? Igen, ezen! És úgy küldtek el, mintha nem lennék király. Hát még az a szerencséd. Csak... Tudod, nem tudom, hogy volt-e köztetek valami dolog. Dehogy is, csak a tiéd vagyok. Bizonyítsd! Látod ezt a sírhelyet? Itt lakom. Látom. Új, de sajnálok. Nem túl otthonos. Megkérdeztetem, hogy miért pont itt? Azért, mert ez egy szent hely. De sehol rajta egy oltár. Jó, vagy ez barbároknál így szokás, én... Ujjal sem érhet hozzám. Akkor nem vihetnek csak úgy haza? Ki vont kardvárád az ágyam helyett? Kigyőztes lettél egy krojnomához. Négyes volt versenyben Biásznál, Peops. Ó, bár ért volna véget az életedet, ezt nem hiszem el! Ilyen nincsen! Pont most, amikor megpróbálom! Addig bújj el, amíg lehet! Érted, hogy voltam politruján, és most nem vihetek haza vagyok! Jobb lesz, ha elbújsz, mint hogy meghalj, értem! Ez túl hősen, ez nem idő gyáva sem! Jaj, mert hát ne kezd már meg, de nem öleted meg őt, semmi esélyed egyedül! Nem öleted meg, még talán nem fogja a testét az asra, hát, Mina! Hát, meg a fejjel az a falnak! Miért, akkor tételjek le, és hagyjam, hogy megkötözzék a kezem! Nekem? Kiben Atreidák vére buzok? Agamemnon fivéreként? Aki azt hiszem nem enceg is. Trójába vizen át a legnagyobb hadat vezettem. Hellász, harcra vágyó ifjait! Én ezt mind megértem és tiszteletben tartom, de ez így nem fog menni. Legfeljebb csellel. Csellel? Mármint, hogy rá kéne beszélni? Vagy fizessük le? Nem. Első körben legjobb lesz, ha nem tudja meg, hogy itt vagy. Miért? Hát akkor se ismerne fel, hogyha látna. Igen, ám csak, hogy van egy testvére. Theonoé. 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 Ez valódi jós név. Te is mit csinál ez a lány? Jósol. Mindent tud és elmondhatja a bátyának, hogy itt vagy. Esetleg rá lehet neve. Mire? Emre most kíváncsi vagyok. Arra, hogy ne mondja el a bátyának, hogy itt vagy. Ja! És azok el azt is jelenteti, hogy mi ketten megmenekülünk. Ha támogat. Titokban semmiképp. Jó van, csináld! Gondolom ez ilyen női dolog, nem? Megyek és beszélek vele. Jó, megy. Várj! Mi van, hogyha nem segít? Te meghalsz engem, meg elvesz a király. Ja, ha elvesz a király, ha értem, a haja. Ja, hogyha aztán, hogyha én meghalom, akkor megint itt vigyáj, túl még volni fogok, mi? Meg, ha ne talán meghalsz, követlek én is. Hadd lássam azt a vakmerőt! Hadd ide! Trójában szerzett mindenemre. Nem hozhatok szégyent. Nem leszek gyáva féreg. Én, ki megfosztottam a hős Achilleustól. Tetiszt! Láttam jó vérben fürdeni. Telámon Zord fiát! Ájaszt! Sestolt! Gyermeket lelő! Tényleg én! Tudod, mi maradt ez a tűz, és tudja, hogy itt vagy, nem? Eleni! Na, mit szólsz? A jóslatomhoz!
Jól bevált, ugye? Megjött a férjem. Menelaosz a hajóit. Elvesztette. Meg a kép másodat is. Yeah!